Na, sziasztok srácok, én Danövök is itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint hackert fogjuk megkeresni, és hát bezárni a börtönbe, ugyanis kiderült egy olyan dolog róla, hogy a csatornámat szeretné felhackelni. Aminek nem nagyon örülök, hogy a kedves hacker ilyen dolgokba akar benne lenni, hogy ő felhackeli a csatornámat és átveszi az irányítást felette. Szóval ezért most megkeressük, és ebbe fogjuk őt megakadályozni, és ugye bezárni őt ebbe a kis bedrock börtönbe. Hát remélem, hogy nagyobb sikerrel, és tényleg el fogjuk tudni őt intézni, mert nem szeretném, hogy bárki is a csatornát átvegye, és még azért akarnék nektek videókat csinálni, srácok. Szóval, gyors, gyűjtünk ide egy kőkard elegendő követ, és megindulunk, ugye ott majd a chess majd lesz egy iránytű, meg ugye egy kis kaja, ugye az útra, hogy mégiscsak normálisan el tudjuk intézni a dolgokat, és kíváncsi vagyok, hogy valóban igaz-e, mert nem vagyok benne azért 100%-ban biztos, de hogyha tényleg igaz, akkor bizony nem fogunk rajta, hogy mondjam, nem fogjuk megkímélni, inkább így mondom. Srácok, amúgy nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a csatornán ennyire durván sokan követtek, ugyanis konkrétan az elmúlt egy hónapban olyan 4000 feliratkozó jött erre a csatornára, ami nem azért mondom, de nem kis teljesítmény. Tehát, hogy egy új csatornámra ennyire sok megtekintést tudjak szerezni, meg feliratkozókat. Tehát konkrétan volt olyan videó, hogy 25000-en néztek meg 3 nap alatt. Ez nagyon durva, srácok, szóval tényleg nagyon durván köszönöm nektek, és büszkék lehettek magatokra, mert bizony valószínűleg sok videó fog jönni az elmúlt, vagy elkövetkező napokban, viszont lehet, hogy majd egy kicsit rendszert fogunk váltani majd egy ideig. Ugye nem sokára nyár lesz, és én nyáron eléggé sokszor nem leszek otthon, szóval nem biztos, hogy tudom tartani ezt a napi 2 videót, ugye minden nap a egyik csatornámra, vagy a nagy csatornámra, meg a kis csatornámra is videó. Ugye a tegnapi napon nem is volt a kis csatin videó, ezért elnézést. De lehetséges, hogy majd lesz olyan, hogy csak egy videó lesz egy nap. Tehát egyszer a nagy csatorna, egyszer a kis csatorna, ezért tényleg elnézést. Nem szerettem volna, hogy ez így legyen, de azért nekem is egy kicsikét egy idő után egy megterhelő tud lenni, hogy minden nap 2 videót kell gyártanom, de majd ezt majd még eldöntjük majd a jövőben, hogy lesz, megpróbálom azért vinni tovább, és ott látok is valamit, ott van valami kis üvegbúra, kíváncsi vagyok, hogy mi lehet az, mindjárt megközelítjük, hát remélem, hogy ez lesz hackernek a háza, és nem kell már túlságosan sokáig mennünk, hogy aha, ez lesz ő, jó, felül, aha, ott nagyon dolgozik valamit a gépén. Nem tudom, hogy ki fog esetleg menni a házából, és körbe tudok-e majd nézni, hogy mit csinál. De én mindenféleképpen úgy akarnám először megnézni, hogy aha, oda is, ott is van a kép. Mindenféleképpen először bizonyítékot kéne szereznünk, úgy kéne csinálni, hogy ne vegyen észre. Bizonyítékot kéne találni arra, hogy valóban ő hackkel. Ott egy chess. Nem tudom, hogy abban esetleg lesz valami akta, hogy esetleg benne bevallja, hogy mi van. De beépítek a csesszalás, srácok. Ez szerintem egész jó ötletnek hangzik. Remélem, hogy így a... hol lehet a chest? Hol lehet a... Aha, valahol így itt lesz. Itt lesz szerintem a chest. Jó, megpróbálom így alulról. Esetleg... Oké. Okay. Ne! Véletlenül visszaadom, kiégek. Jó, srácok, belenézek mindjárt a chestbe, csak beljebb kell lépnem, mert nagyon béna voltam. Jó, itt van a chest. Titkos akta. Hát nem tudom, hogy ez mi, hogy erre rá van-e írva, hogy engem akar meghackelni, de szerintem számon kéne kérni, vagy nem tudom. Na várjatok, felülről kéne mindenféleképpen behatolni, hogy várjatok, megtrollkodjuk? Várjatok, kijutom az üveget, remélem, hogy aha, kimegy, kimegy? Nem megy ki, vagy de? Kimegy, elmegy valamerre. Aha, oké, elindult valamerre, gyors menjek és körbenézek. Itt volt ugye a láda, itt volt a gépe, jó, elviszem a monitorját, elviszem, meg a gombját is elviszem velük tüzélt, meg az ágyát is elviszem, jó, kilakoltatás van, jó, menjünk vissza a ház tetejére, nehogy észrevegyen, nem tudom mikor fog visszajönni, azért kicsikét aggódok, hogy hát nem tudom, nem látom őt, hova tűnhetett srácok, ez elment, vagy nem, azt tudom, hogy már ház, aha, ott jön, oké, okay, bebújjunk ide, gyors, jó, oké, okay. Itt csak nem vesz észre, jó, gondolom, hogy csak valami kis rövid dolog miatt nem tenni. Jó, kíváncsi leszek, hogy mi fog lenni. Meglepődött a srác. Kör nézelődik, jó, menjünk innen, menjünk egy kicsikét arrébb, jó.
Léci mondta, hogy nem vettél észre. De észrevett tuti. Észrevett, jó, ne, jó, amúgy én vagyok a rendőr, nekem kéne ütni, állj meg azonnal, hacker, figyelj, elvettem a monitorodat, ez egy ilyen bizonyíték, majd a rendőrök átvizsgálják, hacker, elsősorban, kérdés, miért akarod te meghackelni az én, te mit tettél, elvittem a monitorodat, meg a billentyűzetedet, meg ilyeneket, ne ütögess, hacker, mi a, elkezd engem tűzgőkkel dobálni, hacker, kettőnk közül még mindig én vagyok a erősebben, nekem kőkardom van. Na, azért mondom, vigyázzál, na. Hacker, ide figyelj! Miért akarod meghackelni te a csatornámat? Először is mondd el azt nekem. Nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg így van, de ezt hallottam, hogy te meg akarod hackelni a csatornámat. Erre egy magyarázatos, bőbb, kifejtett valamit akarok. Hát kéne pár feliratkozó, és sajnálom, ez igaz? Hát hacker, én ezt nem néztem volna ki belőle, hogy te ennyire gonosz vagy. Hallod, hát én reménykedtem abban, hogy ez kamu, vagy valami, de akkor úgy tűnik, hogy te tényleg ilyen, igen, ennyire gonosz vagy. Igen, hát de izé vagy, hallod, pedig én még reménykedtem benned, hogy te jó ember lehetsz. Hát jó, akkor van egy rossz hírem, börtönbe kell jönnöd velem. Ahol amúgy található egy fullos gép, esküszöm. És most mi lesz? Ne... Figyelj! Jó, srácok, nem tudom, hogy ezzel bebírom eltetni, úgy, mint ahogy mondjuk Mr. Bean, de... Hacker! Figyelj! Van egy nagyon fullos gépem, ami egy nagyon jó, ilyen internet kávézóba van, és nem akarod megnézni? Nagyon király, azzal fel lehet elvileg hackelni a NASA-t is! Érdekel? Meg még PewDiePie-nak is a csatornáját, meg Videomániának, meg Pankutyának, mindenkinek! Vagy mit ír? Aha, tényleg? Igen, csak kövess, figyelj! Gyere! Jaj. Na, hacker, gyere! Oké, követ minket, jó? Valamerre erről jöttünk, így a iránytűnek háttal kéne valahogy menni, és akkor szerintem így haza fogunk, vagyis vissza fogunk találni a helyhez. Nem fogom kimondani a nevét hangosan, mert nehogy meghallja. Na, hacker, figyelj! Nagyon király hely lesz, ígérem, de... remélem, hogy nem szeretnél több ilyen hackelésekkel foglalkozni, mert... Nem szép dolog, nem rossz dologból, eltévedtem, vagy ezután lesz, remélem, hogy ezután lesz. Tehát most nem azért, de nem tudom, hogy miért kell mások, nem tudom, dolgait meghackelned, aha, ott lesz valahol, ugye? Hol volt? Itt volt? Jó, szerintem egy kicsikét még arrébb kell menni. Ne ütögess, na. Hacker, figyelj, nem tudom, hogy te miért vagy ennyire gonosz, vagy mikor lettél ennyire gonosz, hogy te mások dolgait akarod meghackelni konkrétan, de... Én a helyedben nem lennék magamra büszke, hogy ilyen dolgokkal foglalkozok, mert ez nem jó. Aha, értem, szóval szerintem tökre eltévedtem, mindegy. Hol van? Ne! Ne mondd, hogy elment másmerre. Aha, ott van a börtön, vagy a internetkávézó. Hol van hacker, srácok? Eltűnt? Jó, meg kell találni mindenféleképpen. Vagy lehet, hogy ő már elment arra fele? Ez jó kérdés. Nem, itt nincsen. Itt nagyon nincsen. Hol lehet? Most merre ment, de komolyan? Jó, elindulok így visszafele most már, tudom, hogy hol van a hely, ahol őt el kell vezetnem. De most komolyan? Aj, annyira beleéltem magamat a mesélésbe, hogy... hova villámozott? Belevillámozott egyet ott a csirkébe, vagy a bárányba. Hol lehet, emberek? Nehogy már elveszítsem. Ott van, jó! Hacker, állj meg! Hacker, haló, állj meg! Hol van? Ide bebe úgy biztos, hogy benne itt bújtál valahol. Megint itt van! Hacker, gyere velem! Azonnal gyere velem! Figyelj, kövess, gyere! Gyere, azaz, szépen gyere utánam! Na hacker, itt lesz benn a nagyon fullos számítógép! Esküszöm neked! Nézd, még oda is adom ezt a táblát én így kiütöm. Várjál. Szuper gép. Igen, ott van benn, esküszöm. Nem etetlek be, nézd, oda bedobom a billentyűzetet. Csak kicsit, ott van benn jobb oldalt, csak kicsit jobban be kéne menned. Hallod? Ott van benn jobb oldalt, esküszöm, ide is van írva, hogy szupergép. Hallod? Miért lenne ide írva, hogyha ez nem egy szupergép lesz belül? Most gondolkodj logikusan, érted? Tehát menj be te, légy hitelesebb, jó. Bemegyek, várjál. Bemegyek, csak ezt letöröm. Na, mi a, most így becsukódik ilyenkor? Hogyha letöröm az, jó, figyelj! Bemegyek, de utánod. Menj be először te. Menj be te. Figyelj, esküszöm, hogy nem lesz semmi gond, jó?
Ne fuss már el! Ne fuss már el, van bent csoki süti is! Gyere! Gyere, hacker! Igen, van bent kaja! Gyere! Várjál, dobok be izét, dobok be neked húst is! Tessék, ezt is megkapod, mert... Elhitted, hogy bezársz engem! Na, hacker! Mozgás befele! Mozgás befele, kell sötétedni, és sötétben nem jó. Hát már nagyon éhes vagyok. Na, látod? Látod, mennyi kaja van ott benn? Látod, mennyi finomság? Látod? Látod? Haha! Easy, srácok! Bezártuk végre hackert, nagyon király, jól van? Szerintem gyorsan is köszönjük, amíg még nem lesz teljesen sötét, és nem kell itt izélnem, de valamit ott közben írkál a táblára. Te átvertél, tudtam. Ja, hát igen, sajnálom hacker, de hát te kezdted a viszályt köztünk. Na srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Hogyha még szeretnétek folytatást, vagyis nem folytatást, hanem másféle akármilyen videókat, akkor azt a komment szekcióban tudjátok leírni, hogy milyen videókat szeretnétek. Csapostok egy lájkot a videóra, hogyha tetszett, ugye, és iratkozzatok fel a csatornámra. Nyomjátok be ugye a feliratkozóban mellett lévő csengőt, hogy mindig kapjátok értesítést, és nézzétek meg a nagy csatornámat. És ugye ez a videó után kb. 2 perccel kezdődik a nagy csatornámon és a Premier, szóval ott is lehetek ott. Csekkedök le az MC Shopot, a MySite.hu-t, a nem tudom még miket. Dani voltam, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!